Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió esti híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Június 18-a van Arnold és Levente névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. 113 illegális bevándorlót gyűjtött be a szerb rendőrség a Szabadka környéki erdőkben a tegnapi lövöldözést követően. A Koszovóban elfogott szerbek szabadodengedését kéri Alekszandar Vučić szerb államfő. 56 szerbiai városban és községben van rendkívüli állapot az árvizek miatt. Elkezdődött a tiszavirágzás Magyar Kanizsánál, a főrajzás az elkövetkező napokban várható. Tizenhárom illegális bevándorlót gyűjtött be a szerb rendőrség a Szabadka környéki erdőkben a tegnapi lövöldözéseket követően. Két migránst letartóztattak, a többieket befogadó központokba szállították. A fegyveres leszámolásban a hivatalos adatok szerint három migráns megsérült, őket a szabadkai közkórházban kezelik. A helyiek attól tartanak, hogy újabb összecsapás alakulhat ki, és őket is megtámadhatják. Véres ruhadarabok hevernek a maghetesi erdőben, ahonnan a mentőszolgálat munkatársai elszállították a szombati lövöldözésben megsérült migránsokat. Őket a szabadkai közkórházban ápolják, egyikük állapota súlyos, de mindhárman stabil állapotban vannak. Július 2-án lesz pontosan egy éve, hogy megtörtént a migránsok közötti első komolyabb fegyveres leszámolás a maghetesi erdőben. Azóta is rendszeresek a lövöldözések. Én nem hiszem azt, hogy így taxisok ellen nem lehet valamit, valamilyen rendeletet, vagy valamit, hogy egyszerűen igazolja magát, aki beül. Én nekem ez a véleményem. Nem lehet, ahogy nem léphet be az országhatáron senki, akinek nincs passzusa, vagy valami. Taxiba se ne üljön be senki, aki itt az igazolványom, ez vagyok, mehet. Komolyabb föllépéssel egyszerűen meg lehet minden mi, de mindent oldani. Félünk, mert ez minden nap történik. Nem csak tegnap, ez mindig, már elég régóta. Július 2-án múlik pontosan egy éve, hogy megtörtént az első leszámolás a migránsok között. Igen, de azóta is történik, mert minden éjszaka halljuk, meg még délután is halljuk a lövöldözéseket, mert még elég közel vagyunk az erdőhöz. Kik hordják őket ide, és honnan nekik a fegyver? A taxisták hordják őket, hát a fegyvert még nem tudom, hogy honnan. Tényleg nem tudom. De a taxisták egyfolytában hozzák őket. Mitől félnek legjobban? Hát, hogy már nem csak egymás közt lesz, hanem majd minket is. Minket is majd elkezdenek. A rendőrök ugyan a táborok egy részét felszámolták, és 113 migránst elszállítottak, mégis maradt még belőlük a maghetesi erdőben. A helyi lakosok közül többen azt mondták, hogy a maghetesi erdő sűrűjében található egyes illegális migránstáborok már valóságos kisebb katonai táborokra hasonlítanak. Úgy tudjuk, ezekben tevékenykednek az embercsempész bandák, amelyek időnként összetűzésbe kerülnek egymással, és ilyenkor dőldülnek el a lövések is. Albin Kurti koszovói kormányfő mindenáron háborút akar, a párbeszédnek semmi értelme. Ezt mondta mai sajtótájékoztatóján a szerb elnök a koszovói helyzet kapcsán. Alekszandar Vučić úgy fogalmazott, addig, amíg a Koszovóban elfogott szerbeket nem engedik el, esze ágában sincs folytatni a dialógust. Kurti etnikai tisztogatást folytat. Ezt már Milos Vučević szerb védelmi miniszter mondta. Mi mindent megtettünk, hogy béke legyen, de a nyugati országok mégsem így látják, sőt, behunják a szemüket, amikor a koszovói szerbeket zaklatják, mondta Alekszandar Vučić. Értelmetlen bármiről is egyeztetni a koszovói albánokkal mindaddig, amíg az elfogott koszovói szerbeket nem engedik el, hangsúlyozta a szerb államfő. Emellett a hamis polgármestereket, a rendőri erőket vissza kell rendelni Észak-Koszovóból, és a szerb árubevitelt megtiltó szabályozást is el kell törölni, mondta Vučić. Amíg ezek nincsenek végrehajtva, nem lesznek további megbeszélések. Besmislen je takav razgovor, pošto svaki krizni dialog nema nikakvog smisla, jer svaki krizni dialog je Vučiću negde nešto popusti u radu. Nemam gde da popuštam dalje. Uradio bih to po milioniti put, nemam gde.
nemam šta da popustim više. Tačka. Folyamatosak a támadások a koszovói szerbek ellen. Albin Kurti, koszovói kormányfő egyértelműen ki akarja tisztítani etnikailag Koszovót a szerbektől. Így fogalmazott Milos Vucevic. A szerb védelmi miniszter szerint az albánok konfliktust, háborút akarnak. Po njihovom scenariju idealno bi bilo da naravno dođe do sukoba između Srba i NATO pakta, odnosno KFOR-a. To je ono što bi Kurti želeo da vidi. On ne želi konfrontaciju, ne znam, našeg naroda i kosovske policije, takozvane kosovske policije. A helyi szerbek hetek óta tüntetnek Észak-Koszovóban, ugyanis nem ismerik el az újonnan megválasztott albán nemzetiségű polgármestereket, akiket olyan voksoláson választottak meg, amit a helyi szerbek bojkottáltak, így a részvételi arány mindössze 3%-os volt. A tüntető szerbek közül többeket elfogott a koszovói rendőrség. Eközben a szerb rendőrök a napokban a koszovói rendfenntartók 3 tagját fogták el, akik felfegyverkezve léptek be Közép-Szerbiába. Az albán fél ezzel szemben azt állítja, hogy a szerbek elrabolták a koszovói rendőröket. Katonai gyakorlatokat tartanak Szerbia szerte, közölte a Védelmi Minisztérium. Június 19-éig a többi között Új-Belgrádban, Újvidéken, Szabadkán, Nagykikindán és Zomborban. Június 23-áig pedig szintén Szabadka, Zombor, Zájecsár, Krusevác és Bor területén. Ezekre a gyakorlatokra azok a katonaköteles személyek hívhatóak be, akik leszolgálták reguláris katona idejüket, vagy más módon tettek eleget a katonai szolgálatnak. Férfiak esetében 60, a nyilvántartott katonaköteles nők esetében pedig 50 éves korukig hívhatóak be. 56 szerbiai városban és községben van rendkívüli helyzet az árvizek miatt. Eddig több mint 300 embert evakuáltak. Az áradások utakat és hidakat sodortak el, több helyen pedig földcsuszamlásokat okoztak. A víz elmosta az Ibári autóút egyik hídját is, de a közlekedés 10 napon belül újra zavartalan lesz, jelentette be az illetékes miniszter. A hetek óta tartó esőzések miatt több patak és folyó is kilépett a medréből Szerbiában. Települések és több 100 hektár termőföld került víz alá. Az emberek homokzsákokkal védik az otthonaikat. A Krájevú környéki falvakban körülbelül 50 ház került víz alá. Jelenleg a víz szivattyúzása folyik ezekből az ingatlanokból. Bratislav Gašić meglátogatta a Jagodinában elöntött ipari területet. A szerb belügyminiszter kijelentette, az elmúlt 3 napban összesen 821 beavatkozást és 317 evakuációt hajtottak végre. A Csácsák és Novi Pazar környékén bekövetkezett árvizek után a helyzet stabilizálódott, a víz visszahúzódott és zajlik a károk helyreállítása. A szerb katonaság ponton hidat állított fel Klecse településnél a Trnavice folyó felett. A hatalmas áradás a Nyugat-Moraván elmosott egy hidat Csácsák közelében. A hidat már korábban lezárták a forgalom előtt. Gorán Veszik építésügyi, közlekedés és infrastruktúrális miniszter kijelentette, teljesen új híd építése legalább 1,5 évig tart majd. Magyarország segítene Szerbiának az árvízkárok szanálásában. Szijjártó Péter magyar külgazdaság és külügyminiszter a Facebook oldalán közölte, felajánlotta Magyarország segítségét az árvíz sújtotta Szerbiának. Szerb barátainkat komoly áradások sújtották az elmúlt napokban, az eső csak nem akart elállni. Ezért ma telefonon egyeztettünk Sinisa Máli szerb pénzügy, illetve miniszterelnök helyettessel, akinek felajánlotta Magyarország segítségét, hiszen sajnos nekünk is van tapasztalatunk az ilyen típusú természeti kihívásokkal. Szerb kollégám arról tájékoztatott, hogy ma végre nem esett az eső, így most számba veszik a helyzetet, holnap várjuk a jelentkezésüket, készen állunk segíteni, olvasható a miniszter Facebook bejegyzésében. Megkezdődött a tiszavirágzás Magyar Kanizsánál, a kérészek tánca már ma a kora esti órákban tapasztalható volt. Több tucatnyian szálltak fel a tiszai tangóra, hogy testközelből csodálhassák meg az egyedülálló jelenséget. Stábunk a helyszínen megtudta, a főrajzás az előttünk álló napokban várható. A helyszínről Orosz Ildikó tudósított.
Itt vagyunk ugye Magyarkanizsán, a strandon, a Békavárnál, és hát a legtöbben ide jönnek ki, akik szeretnék látni a Tisza virágzást. Az a helyzet, hogy a mai napon egy nagyobb elővirágzás volt, mert hogy az a helyzet, hogy néhány napot kell még várni, melegednie kell még az időnek, ez lesz is, és hát egy csendes, szélcsendes időre van szükség. Azok, akik értenek hozzá, vagy jobban értenek hozzá, azt mondják, hogy kedden vagy szerdán érdemes ellátogatni, de akkor lesz a csúcsosodás. Most is voltak itt egyébként több százan, hajók is indultak, onnan is meg lehetett nézni ezt az előrajzást, de ez nem az igazi. Aki teheti, az jöjjön el a napokban, és akkor megláthatja, milyen az, amikor tényleg virágzik a Tisza. Nézzük a híradó további témáit. Traktoros találkozót és főzőversenyt tartottak Szent Tamáson. Évadzáró ünnepséget szerveztek a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központban. ...29 éves a Vajdasági Magyar Szövetség. A VMS 1994. június 18-án alakult meg Zentán. Dr. Pásztor Bálint Facebook bejegyzésében ezt írta, boldog születésnapot kívánok az 1994. június 18-án megalakult Vajdasági Magyar Szövetség VMS minden tagjának, szavazójának és szimpatizánsának. A párt alelnöke úgy fogalmazott, hogyha mindenki közülünk a maga területén évek, évtizedek óta nem végezné a feladatát, a Vajdasági Magyar Közösség politikai értelemben szervezetlen, védtelen és kiszolgáltatott lenne. Első áldozók találkoztak Tóth faluban. A délutáni programra minden olyan gyereket vártak, aki idén járult első alkalommal szent áldozáshoz. Bácska szinte minden részéről érkeztek első áldozók. Volt szentségimádás, de önfelett játék, tánc és ki mit tud is. A foglalkozásokba a plébánosok is bekapcsolódtak. Gyerekdalokkal fogadták az érkezőket Tóth faluban. Bácska szinte minden részéről több mint 200 első áldozó jött el a találkozóra. Mint mondják, nagyon várták az első áldozást. Játszottunk, meg volt olyan, ki mit tud. Vicceket mondtunk, meg mondtunk ilyen szavalásokat, meg másékat. Urunk Jézusunk! Volt szentségimádás is, de a lényeg az önfelett játék volt. Mozgás, tánc és ki mit tud is várta a gyerekeket. Ebben, ami most volt, hogy ki mit tud. Tavaly Zentán volt hasonló találkozó, és nagyon sikeresnek bizonyult. Emiatt vélték úgy a szervezők, hogy idén is megrendezik. Amilyen mintát lát a gyerek, azt fogja követni. Ha a gyerek azt látja, hogy az atyával, a plébánossal lehet közösségben lenni, akkor ezt a mintát fogja átvenni. Ezekből a gyerekekből lesznek majd egyszer papok, szerzetesek, szülők, nevelők. Bár évről évre kevesebb az első áldozó, azért ez nem szegi kedvét a szervezőknek. A több mint 203. osztályos gyerek együtt játszott, barátkozott, tartalmas délután töltött el lelki és testi feltöltődéssel, ezért várhatóan jövőre is megtartják az első áldozók találkozóját. Traktoros találkozót és bográcsfőzőversenyt tartottak Szent Tamáson. Mindkét rendezvényre a helyi lóversenypálya mellett került sor. A traktorosok délben kezdődött utcai felvonulása mellett számos kísérő rendezvény tarkította az idei fesztivált. A traktoros találkozó elsődleges célja a mezőgazdasági erőgépek és felszerelések népszerűsítése volt. Nekem az tetszik legjobban ebbe az utcai felvonulás körül, megyünk teljesen a faluba. Minden utcán majdnem, nem minden utcán, hanem körüljárjuk a várost, és akkor ez egy óra hosszába teldik, és aztán jövünk vissza ide. És akkor itt aztán zajlanak a versenyek. Kocsis Krisztián, a találkozó egyik főszervezője elmondta, hogy az idén még színesebbé próbálták tenni a mezőgazdasági találkozót. Ezúttal a rendezvényen nem csak a mezőgazdasági gépek tulajdonosai találkozhattak, hanem ügyességi versenyek és főzőverseny is várta az érdeklődőket.
Hát az egyik legfontosabb és az ötlet is, amikor ez valamikor megindult, az volt, hogy a traktorosok ez a zaratás előtt még egyszer találkoznak egy kicsit a tavaszi munkálatok elvégeztével, hogy kicsit átbeszélgessék a tapasztalataikat, kiné milyen a helyzet a határba, és hogy kis lazításra fölkészüljenek az előttünk álló aratásra. A látogatók a 64 erőgép utcai felvonulását követően a traktorosok vetélkedőit tekinthették meg. Ezzel egyidejűleg pedig 48 csapat Bográcsban főtt ételek versenyén mérhette össze főző tudását. A tartományi kormány hosszú évek óta a mezőgazdasági titkárságon keresztül támogatja a helyi jellegű hagyományőrző rendezvények megtartását, és hát ez a mai napon Szent Tamáson megtartandó traktorfesztivál tükrözi a helyi emberek tevékenységét, ugyanis túlnyomó részt mezőgazdasággal foglalkoznak, és hát számukra ez egy örömünnep. A rendezvényt Szent Tamás önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács, a helyi közösség, valamint a helyi és vidéki vállalkozók támogatták. Aldunai néprajzi tábort szervezett a Szalmaszál Művelődési Egyesület Székelykevén a délbánáti gyerekeknek. A fő kézműves foglalkozás az agyagozás volt, de emellett ének és tánc oktatásban is részük volt a résztvevőknek. Szőke Erik a foglalkozás során elsajátította az agyagozás fortéjait, és a formák segítségével különböző tárgyakat készített. Csináltunk ilyen anyagokból dolgokat, én csináltam ilyen kalózot, egy ilyen malacot, és már elfogyott az anyagom, és alig volt, azért csináltam egy paradicsomot. És még itt ezzel a papírokkal kellett olvasni, mert énekeltünk. És egyikkel meg kell táncoljunk. A Torontálvásárhelyi Gáspár Hanna új barátokat is szerzett a táborban. Még sokat társalogtunk itten, új barátokat szereztünk, elkértük egymás számját. Na, az éneklés, itten tanultunk mostan két népdalt, amik Székelykevéről van. És én is járok ilyen kórusra, és én is szeretek énekelni. Az agyagozást a Petőfi ösztöndíjas Balázs Józsefné és férje oktatta a gyerekeknek. Egyszerű, könnyen elkészíthető tárgyakat formáltak a lurkókkal. Zömében olyan dolgokat, amit lapokból ki lehetett vágni, tehát ilyen kis angyalkákat, csengőket, virágot. Egyrészt azért, mert kevés az eszköz, másrészt meg ugye ez csak egy egynapos program, tehát ilyen korongozásról nem nagyon lehetett szó, nem is jutottunk volna a végére. A szorgos kezű asszonyok finom ebédet készítettek a gyerekek örömére. Finom krumpli paprikást, vagyis pityóka paprikást kolbásszal. Sok hagymával oda tettük a hagymát, megpirítsuk krumplit rá, és utoljára a kolbász. Megrottyancsuk, megfő puhára, és kész is. És biztos, hogy a gyerekek nagyon szeretik, mert nagyon finom. Pap Mária, a Szalmaszál Művelődési Egyesület elnöke kiemelte, a jövőben rendszeresen szerveznek majd ilyen jellegű kézműves táborokat. Tábor fő célja, hogy beindítsuk újból délbanatba a táborok szervezését, amit a gyerekeket kimondottan kicsik a koruktól összeszoktatunk, megismerkednek, és akkor van kire továbbra építkezzen a művelődési élet a délbanatba. A tábor a tartományi művelődési tömegtájékoztatási és vallási közösségi titkárság támogatásával valósult meg. Énekszótól és néptánctól volt hangos a Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központ színpada szombat este. A hagyományos évadzáró rendezvényen a népművészeti szakosztályok tagjai mutatták be tudásukat. Az évadzárón először a legfiatalabb néptáncosok mutatták be egész éves munkájuk eredményét.
Cifra Boróka táncegyüttesnek a tagja vagyok, és 4 éve táncolok, és nagyon szeretek táncolni, mert jó a közösség, és jók az oktatók. Az esten fellépett az Aranykapu Játszóház, a Cifra Boróka és a Róna Táncegyüttes, a Bóbita Leánykar, a Cifra Bóbita Énekegyüttes, a Cifra Citera Csoport, valamint a Fabula Rasa Színjátszó Grund is. Botka Réka már hosszú évek óta a Népkör Magyar Művelődési Központ tagja, már oktatóként is részt vállal a népi kultúra tovább örökítésében. Az évadzárón a Róna Táncegyüttes tagjaként lépett színpadra. Jelenleg rába közitáncokkal foglalkozunk. Lényegében ez egy ugrós tánc. Áll friss csárdásból, csárdásból, fiús és lányos táncokból is. Mi most fiús táncokat is, és friss és lassú csárdást fogunk bemutatni a nézőknek. A táncosok, zenészek, énekesek számos elismerést kaptak az elmúlt évben. Cél bemutatni a nézőknek az évadban tanultakat, mondta Bodrogi Hajnalka, a Népkör MMK ügyvezető igazgatója. Nagyon izgalmas és sokszínű évad van mögöttünk. Nagyon büszke vagyok munkatársaimra, szakcsoportvezetőinkre, hiszen a kitartó munka meghozta a gyümölcsét, az eredményét. A gyermekek nagyon-nagyon sok szép díjjal tértek haza, úgyhogy mivel ugye az év első fele, a tavaszi időszak, az mindig valamiféle megmérettetésekről, versenyekről szólt. Szinte minden szakcsoportunk részt vett valamiféle megmérettetésen, és gyönyörű díjakat hoztak haza, arany, ezüst minősítéseket. A 152 éves Szabadkai Népkör Magyar Művelődési Központban a nyáron sem áll meg az élet, számos táborral és foglalkozással várják a kicsiket és a nagyokat egyaránt. Nulla-nullás döntetlent játszott Montenegro vendégeként a magyar labdarúgó válogatott az EB-selejtezők tegnap esti fordulójában. Marco Rossi szövetségi kapitány csapata a pontosztozkodást követően jobb gólkülönbségének köszönhetően őrzi második helyét a G csoportban Montenegro előtt, amely egyel több mérkőzést játszott. A magyarok kedden a 2 mérkőzés után egyetlen ponttal a 4. helyen álló litván csapatot fogadják. És a híradó végéhez értünk, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. 113 illegális bevándorlót gyűjtött be a szerb rendőrség a Szabadka környéki erdőkben a tegnapi lövöldözést követően. A Koszovóban elfogott szerbek szabadon engedését kéri Alekszandar Vučić szerb államfő. 56 szerbiai városban és községben van rendkívüli állapot az árvizek miatt. Elkezdődött a tiszavirágzás Magyar Kanizsánál, a főrajzás az elkövetkező napokban várható. Köszönjük figyelmüket, további hírek és információk honlapunkon a pannonrtv.com-on. Legyen szép estéjük, viszontlátásra!